Ismét vízilabdás délután rendeztek a szombathelyi Ferettuszodában, ahol a Domino Avus csapatai mérték össze a tudásukat az MTK utánpótlás együtteseivel. Az egész délután betöltő program a két Serdülő Gárda mérkőzésével kezdődött, melyet az első félidőben nyújtott remek játékának köszönhetően 24-8-ra nyert meg Stojadinov Nikola csapata. A szombathelyi fiatalok közül főként Hajmási András tett ki magáért, aki kereken 10 találatig jutott. Sajnos a gyermekegyüttesek találkozója már korán sem alakult ennyire jól a szombathelyek számára, ugyanis a nyitó negyedben összeszedett 2 gólos hátrányukat nem tudták ledolgozni, és végül 12-9 arányú vereséget szenvedtek, pedig ez a derbi egyértelműen a nyerhető meccsek közé tartozott. Nem úgy az IFIK mérkőzése, melyet gyakorlatilag az első 8 percben eldöntöttek a fővárosiak azzal, hogy 5-1-re elhúztak. A vége 13-9 lett, ami azt jelenti, hogy az ellenfélnél jóval fiatalabb játékosokkal szereplő vasiak határozottan jól helytálltak. Összességében a páros csatát az MTK 2-1-re nyerte meg, ami azt jelenti, hogy a szombathelyek nem jutottak közelebb a nagy cél eléréséhez, ami továbbra is az elit csoportba kerülés.